10 év alatt eltűnt Horvátország lakosságának tizedek, közel 400 ezer ember. A 2021-es népszámlálás első eredményei alapján a horvát lakosság 4.285 ezerről 3.888 ezerre olvadt 2011 óta. Lidia Brkovics, a horvát statisztikai hivatal vezetője szerint a népesség csökkenése a természetes fogyás és az elvándorlás következménye. Ez idő alatt csaknem 142 ezerrel többen haláloztak el, mint ahányan születtek. Az előzetes adatok alapján a természetes szaporodás mínusz 164.600 fő, az elvándorlási egyenleg pedig mínusz 112 ezer főt mutat ki. A legkisebb népesség csökkenés a fővárosban, Zágrábban tapasztalható, ezt Dubrovnik-Neretva és Zára megye követi. A legtöbb lakost Vukovár, Szerém, Sziszek, Monoszló és Bród-Szávamente megye veszítette 19, 18, illetve 17 százalékot. Csökkent a háztartások száma is 5 százalékkal.